Sziasztok everybody, itt Kaktusz, és ez itt a Let's Play-nek a 35. része lesz. A mai része nem terveztem sok mindent, csak annyit, hogy ide megcsinálok egy kis potion-ös szobát, meg majd még kisebb dolgokat megcsinálok, mert most az az igazság, hogy nem igazán van, mit csinálom. Mármint van rengeteg, csak nincs rájuk dizájnom. Van például a... Na, az automatikus sugárkém farm, ez oké, ez megvan a dizájn hozzá, csak hova csináljam? Azon gondolkozok, hogy hova csináljam. És vannak még az automatikus kajafarmok, azaz búza, meg répa, meg... krumpli. Na, ezt sem tudom, hogy hova csináljam, pedig ez nagyon fontos tenni, mert ezek a villagerek rengeteg kaját fogyasztanak, csak az a baj, hogy egyszerűen nem tudok, nem találtam hozzá még megfelelő dizájnt, ami nekem is tényleg működne. Emiatt egyelőre még ezzel... Na, még adjatok nekem időt ezzel kapcsolatban. Hát nem tudom, a következő részben, hogy mit fogok csinálni, mert... nem tudom. Szóval... Ezekre még nincs dizájnom. Nem tudom, hogy hogyan is fogom őket megcsinálni. Na mindegy, inkább először szedjük össze mindent, ami szükséges ez, csak az a baj, hogy túl gyorsan fogok vele végezni. És túl rövid lesz a rész. Na mindegy, igazából több brewing stand kéne mondjuk úgy az összeset megcsinálni brewing standnek, mert miért ne? Ha majd még kell blaze rood, akkor nem megyek érte. Mert egyelőre nem kell semmire sem blaze rood. Jó, akkor ez 6 brewing stand, akkor még chest kell. És... Ja, csak hol a chestem? Ott vagy 20 valahány darab valahol. Itt van. 26 darab. Akkor jól emlékeztem, hogy annyi volt, csak inkább nem mondtam ki azt, hogy 26 darab, mert azt hittem hülyeséget fogok mondani. Na, még mint hogyha lett itt volna valahol nekem. Itt, igen, itt van fél blokk. Ez kellett nekem. És amúgy attól félek, hogy nem tudom, hogy így nem fog elférni, mert ott az már felszín. Ami nekünk nem jó. Nagyon nem jó. Jó, azt így kideszkázom. Bár... Éppen, hogy jó lesz, igen. Jobban belegondoltam, éppen, hogy jó lesz itt az egész nekem. Pont el fog férni, úgy, ahogy szerettem volna. Na, akkor... Ja, igen, ezt kiásom. Hú, túl gyors az ásom. Megint, mert kell... Deszka. Na, mindig csak keveset váltok át, aztán majd megint kell. És ez így nem jó. Így, itt lesz egy ilyen polc, és akkor... Itt lesz egy brewing stand sor, és itt lesz egy brewing stand sor. Itt mellette legyen 2 darab ilyen... egész faoszlop. Így. És akkor itt lesz a falnál 2 darab chest. De nem így. Hanem valahogyan máshogy. Valami szebb elrendezéssel kéne ezt itt megcsinálni. Hogy legyen? Aha, ez is legyen ilyen polccal. Aha, jó van, csak a mögötte nem ástam még ki a dolgokat. Az a baj. Így jó lesz, és... Akkor már csak ez kell. Így. És... Ez így tulajdonképpen ennyi. Igen. Ez így pontosan ennyi. Nőként nem tudom, ezt eddig minden fákjáztam ki jobban. Na most megteszem. Jaj, jó lesz. Esik az eső. Ami azt jelenti, hogy aludni fogok, hogy elálljon. Mert... Idegesít. Mondjuk tökre ki van véve a textúrája, ezért szinte nem is látom, de akkor is idegesít engem. Na, amúgy nincs a játéknak hangja. Mert... De, van neki. Csak gondolom az esőnek a hangját szedtem ki. Vagy nem tudom. Na, akkor ez úgy nagyjából ennyi, de... Azért még főzünk fósereket, szóval kraftoljunk üveget. Ilyen üvegcsét. Tudjátok ezt a kis cuccot. És ezt megtöltjük majd mindjárt vízzel. Ja, tényleg azt elfejtettem vinni oda. Akkor még azért nem vagyunk készen.
De amúgy nem, majdnem készen vagyunk. Nagyon kis egyszerű dolog ez a Brewing Standes dolog. Emiatt nem nagyon tudom, hogy mit fogok ebben a részben csinálni. Hát mindegy, majd megpróbálom még valahogyan ezt így elhúzni. Legyen így máshogy, így. Így. És alatta is. És így. És csak így ebben nyúlsz az üveggel és feltöltöd őket. És hát akkor ja. Nincsen itt Netherwart. Nincs is Netherwart farmom, de van több stack, szóval igazából nem hiszem, hogy nagyon szükség lenne egyelőre farmra. Hova rakadtam vajon? Igazából régen még azért rendszerezgettem, de amikor már elkezdtek megtelni a chestek, azóta nem igazán. Itt van 11, igazából sokkal több volt nekem, de nem tudom, hogy hirtelen, hogy hol van. És nincsen izé, sugár kéne, mindegyiket papírba craftoltam. Itt mondjuk még van kettő. Akkor csináljunk Speed Potion-t. És... még izé, Restone kell, és akkor hosszabb lesz a Speed Potion. Igazából nem tudom, miért akarok most Speed Potion-öket csinálni. Majd beiszom, hogyha messzebbre kell mennem, és akkor gyorsan odaérek, vagy nem tudom. Az csá. És akkor ide kell rakni ezt a... szart, nem? Nem, akkor ezt ide kell rakni. Ide nem is tudom. Megváltoztak itten a dolgok, vagy... vagy úgy kell, hogy így, vagy... ezzel együtt kell berakni? Amúgy... ez mintha régen nem is így nézett volna ki. Mi van ezzel? Hát... hát de most komolyan? Ez nem is működik. Jó... én ezzel nem tudom, mit csináltak, de komolyan. ezt szerintem ezt így valahogy megváltoztatták. Na mindegy, inkább ránézek a villagerekre. Remélem lesz librarian. Vagy könyvtáros. Inkább könyvtárosnak fogom hívni, mert nagyon hülyén vagyok angolul. Legalábbis ilyen nagyon... nagyon rossz a kiejtésem. Ott egy könyvtáros. Figyeljétek meg, hogy mendinget fogadni. Ez amúgy majdnem mending, csak nem. Ja, Istenem, hogy soha nem kapok. Egyszerűen már lehetetlen, hogy én valahol is ezt fogok kapni. Frostwalkert már kaptam, de ez nem is kell annyira igazából. Úgy azon gondolkoztam, hogy megvehetnénk azt a Frostwalkert, és akkor ráraknánk a csizmámra. És akkor az úgy jó lenne. Vegyük meg. Mennyibe kerül? 38 emerald. Jó, akkor megveszük. És akkor a cipimet nem szabad eltörni, mert azon különleges enchant van. És ja, akkor mindjárt jövök egy kis emeráldal. Na, akkor ez így most így, és így, és... Frostwalker. Aha. És akkor ez így most egy ilyen jó kis enchant. Ó, és jön is az új könyvje. Vagy nem. Üveg. Hogyha ezt is megveszem tőle, akkor kapok újakat? Aha. Megint kapok újakat, és akkor elvileg már valami könyv fog neki jönni. Fire Protection 4, hát menjenek már innen nekem, ez hülyeségükkel. Nekem izét adjanak már mendinget. Mondjuk ez ad egy name taget, ami nem rossz. Így legalább majd lehet így is szerezni. Ez szörnyű. Nem kapok egyszerűen mendinget, képtelenség, hogy én kapjak valahol is mendinget. Pedig ott van még egy könyvtáros. Mi lenne, hogyha ez a könyvtáros nekem mendinget adna? Szerintem az tök jó lenne. Legalábbis nekem. Na, akkor szerintem enchantoljunk amúgy. Csak már van 44 szintem. Ezzel a 44 szinten nem tudok mit kezdeni egyelőre. Vagyis hát majd rárakom a cipőmre, de... ezt is inkább megnézem, hogy az hogy megy rá a cipőmre, mert... aha.
A Frostwalker az nem megy rá egy Death Strider-es cipőre. Emiatt egy, majd egy külön cipőt kell neki csinálnom. Szóval azt egyelőre fölöslegesen vettük meg, de igazából csak egy később úgy is megvettem volna. Szóval akkor enchantoljuk, csak most az a kérdés, hogy mit? Mert mondjuk kardom az lehetne jobb. Íjam is lehetne jobb. Punch 2 kéne. És akkor maxos íjam lenne, de igazából nem az a legfontosabb. A legfontosabb az a csákány. Nincs pedig Silk Touch-om. Mondjuk van Silk Touch-os könyvem. Na most mi legyen? Szerintem legyen az, hogy enchantolok egy csákányt, utána pedig meglátjuk, mit kapok rá, és utána pedig visszajövök ide, és craftolok még, ami kell, mert nem tudom, mit ad rá, aztán érted. Kipróbálom. Fortune 3. Erre a legkevésbé sincs szükségünk, mert van már egy Fortune 3-as csákányom. Emiatt nem gyémánt csákányt enchantolunk először, hanem mondjuk egy kardot, mert Fire Aspectem az még nincsen, mondjuk. És akkor ki tudja, lehet, hogy kapok majd egy izé, Fire Aspectet. Fire Aspect az jól jönne, mert izé, hát akkor felgyújtom, aztán jég. Sharpness 4. Végül is nem rossz, mert itt tudunk csinálni majd Sharpness 5-öt. Aha. Ez végül is egy haladás. Fortune 2. Egyre rosszabb, komolyan. Jó, ez nem rossz. Viszont még tudunk enchantolni. Emiatt én úgy gondoltam, hogy csináljunk mondjuk még egy csákányt. Vagy igen, nem, igazából az jönne. Mit csináljunk? Íjat, igen. Így kell. Azért kell így. Mert ez még nem maxos. Még egy punch 2 jöhetne. És akkor megnézem csak úgy, hogy mit ad rá. Nem biztos, hogy még beencsantolom, majd meglátjuk, mert amúgy ez az új encsantolás szerintem sokkal jobb, mint a régi. Bár csomóan már nem, szerintem nem is ismerik a régit. Ott úgy volt, hogy 30 szintbe került egy encsantolás, tehát 30-at levont. Punch 1. Hát nekünk punch 2 kéne. Hát most jobb, mint amit a gyémancsákányra kaptam. Punch 1, Power 3, Unbreaking 3, Flame. Oké. Ilyen. Szien. Efficiency 3. Ah, akkor csak Efficiency 3-at kapok rá, igen. Ezt most nem fogom megcsinálni, ez biztos. Jó, hát akkor most kénytelen leszek egy könyvet enchantolni. Vagy egy ásót? Csak még egy ásót, mert ez úgyis mindjárt eltörik. Á, nem nagyon tudom. Különben lehet, hogy fogy a diamantunk, de majd a livestreamben bányászok, és akkor majd közben válaszolok ilyen kérdésekre, meg minden ilyen szírszar. Efficiency 3 ez is. Ez akkor csak izé Efficiency 3-at kapnék rá. Akkor mi legyen még? Hát meg már csak könyv lehet, hát boltám az tökéletes. Boltát minek enchantolnék újat. Jó, akkor könyvet enchantolunk. Megnézem, mit kapok rá. Enchanting table-ben azt hiszem nem kaphatsz mendinget. Legalábbis valószínű. Sharpness 3, istenem. Most jó, legalább kapjunk új enchantokat ezekre. Efficiency 4, na ez jobb lehet. Efficiency 4, Unbreaking 3. Komolyan. Efficiency 4, Efficiency 4. Hát ez van, nem az én napom. Na mindegy, nem baj. Nem baj. Az íjam az jó. Egy punch 1-et szereztünk rá. Aha. Örülök neki, hogy 36-ba kerül. Ezek már olyan enchantok, hogy ilyen drágába kerülnek. Viszont ez még csak punch 1. Tudok, nem örülök. Ennek nagyon-nagyon nem örülök. De... Viszont van minek örülni, mert ez később jobb lesz. Most azon gondolkozok, hogy most mit csináljak még. Mármint igazából le kéne aratni a farmot. Arassuk le a farmot akkor. Like the attention, girl, I know you. But you're everything I want in life.
We're fighting danger like kung fu. Kung fu. The love I feel is deep inside. The others don't matter. It's honestly us against the world. We're the perfect team. You're my dream, and I just want it. Na, ezzel megvolnánk, és akkor csináljunk a búzákból kenyeret szerintem, mert nagyon sok kenyerre lesz szükségünk, hogy megfelelően tudjuk etetni a falusiakat. Mert ugyebár ezeknek egyfolytában enni kell adni, mert mindig éhesek, aztán csak így szaporodnak. Szóval adunk nekik enni szépen. És utána pedig rájöttem, hogy van ez a hosszú folyosónk, ahol automatizált kisebb szerkezeteket csináltunk. Na, annak a véget nem csináltam meg, most néztem, aztán gondoltam, azt most megcsinálhatom simán, mert most úgyis ilyen random dolgokat akarok csinálni. Mert nem tudom igazából, hogy mit kéne, hogy csináljak, emiatt most azt fogom megcsinálni, ez csá. Amúgy rengeteg haját adtam nekik mostanság, ott egy library, nem... Na, hogy hívják? Könyvtáros. Már nem fogom library-ennek hívni. Többet. És ja, az biztosan mendinget fog már nekem árulni, szóval... Ja, és megnézem, hogy mendinget árul nekem. Ja, ugyanaz az Unbreaking 3. Istenem. Miért? Miért árulnak ezek nekem mindig... Mást, mint mending. Tök mindegy. Csak mindig áll. Más, mint mending. Nem. Nem adnak mendinget. Ennyi. Képtelenek nekem mendinget adni. Szörnyűek ezek a villagerek. Szörnyűek. Utálom őket. Különben ott már lent elég sokan vannak. Vagy hatan. Vagy nem tudom, nem számoltam meg. Megint este van, azt hiszem, el, olyan gyorsan besötétedik amúgy. Szóval hát, ja, aludni kéne. If you ever need a helper, hey, you should know that I'll be there day and night. Nobody else can love you better. I'm here just to treat you right. You're the reason I'm alive. You're the only pain. Na hát ez itt így beautiful. Beautiful. Csodálatos. Nem mint hogyha bármi izgalmas is lenne ebben a részbe. Szóval szerintem most így megnézem, vagy nem tudom, megpróbálok valamit kitalálni arra, hogy hol legyen ez a sugar game farm. Hogy azért már tényleg tudjak valamit csinálni is, mert ez nem állapot, nem csak semmit egyszerűen. Semmi értelmeset sem, mert amúgy azon gondolkoztam, hogy ott lesz abban a hegyben. Vagy abban a hegy oldalban. És akkor innen megy majd át az út oda. Bár nem tudom, hogy annak mennyi értelme lenne. From start, you my bunny, I'm your clock. From now to eternity, I give you all my heart. We are meant to be, it's clear to see. My love is bigger than I thought. I got everything I want when I hold you with my arms. Now there's no matter my love and my pleasure. The key to my treasure, whatever's the weather. Day up and out with you till I die. How many times for you, I'm a truck. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz, nem. Szóval akkor szerintem az lesz a videón kívül itt egy nagy területet kiások, és akkor majd oda fog kerülni a sugárként farm. Vagy nem tudom, vagy valami ilyesmi. Szóval igazából ezt a részt már nem tudom hova húzni. Ennyi lenne akkor ez a videó.
Ha tetszett, nyomjatok rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk egy következő videóban, ami talán már ennél értelmesebb lesz. Na mindegy, addig is sziasztok!